Tehát szerintem azért jó, ha kijönnek és olyan embereket hallgatnak, akik már sok mindent kipróbáltak, utána néztek a dolgoknak, és elmondják a saját tapasztalatukat, anélkül, hogy valamilyen céges szponzoráció ezt torzítaná. Meg hát a klinikai tapasztalat az nem pótolja a gyártói vizsgálatokat és tapasztalatokat, ami egy laboratóriumban történt. Dr. Vág János vagyok, egyetemi tanár, a Szemelyesz Egyetem helyreállító fogászat és endodonciai tanszékének a vezetője vagyok 3 éve. A témám is e körül csoportosul, ez a restoratív fogászat, erről tartottam előadást. Ugye az, hogy digitális technikákkal hogyan tudunk rekonstruálni fogakat, és elsősorban a protetikára, és azon belül is a széli záródásra fókuszált az előadás. A fogpotlások hosszú távú sikerének a kulcsa az, hogy mennyire pontosak és mennyire jól záródnak a fogakon. És erről beszéltem, hogy a digitális szkennerek ma már 2024-ben elérték azt a szintet, a legújabb szkennerek, a legújabb szoftververziók, hogy képesek vagyunk akár teljes szájrehabilitációt úgy megcsinálni, hogy olyan pontos lesz az átadott fogmű, hogy ez hosszú távon akár 10-15 évre is sikeres legyen. Hát egyrészt az, hogy sajnos mind a gyártók, mind a tudományos irodalom, amikor pontossági értékeket ad meg szkennerekről, azok igazából hibásak. Nem a maga a mérés hibás, csak az nem átvihető a valóságba. Tehát abból nem tudjuk meg, hogy arra a szkennerre elkészülő fogpotlásnak milyen pontos lesz a széli záródása. Ezért kifejlesztettünk egy olyan technológiát, hogy végigvisszük a teljes munkafolyamatot, és a végén le tudjuk mérni tényleg ezt az úgynevezett széli záródást. Tehát arra kell figyelni, hogy azért most kezd a legtöbb fogorvos szkennereket vásárolni, ezek az adatok, amik úgy nagyjából most a piacon, vagy ugye a marketingben elérhetőek, azok úgy levegőbe lógnak. Tehát ez olyan, mint amikor az autógyártó azt mondja, hogy az autó az 7 litert fogyaszt, de mikor? És hány emberrel, hol, milyen közlekedési eszközök között. Tehát erről próbáltam rávilágítani, hogy egy adat önmagában nem mond semmit, hanem meg kell nézni, hogy ezt hogyan mérték, miért mérték, de különben ez csak a levegőbe ló. Voltam én 2011-ben voltam először Upgrade kongresszuson előadóként, és aztán egy ideig meg is szűnt, nem volt Upgrade, úgyhogy most örömmel vagyok itt újra. Egy picit, igen. Ugye ott főleg külföldi előadók vannak, úgyhogy volt egyszer egy ilyen, akkor alakítottuk meg a Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaságot, és akkor a Lackó Tamás megengedte, hogy egy ilyen bemutató előadást tarthattam az új társaságról, és annak az elveiről, célkitűzéséről. Nagyon barátságos, tehát én szeretem, hogy egy családias hangulat van. Nem kell nagyon kóvályogni, tehát itt átmegyek pár lépésben, vagyok a másik terembe. Nagyon jó a kivetítő, úgyhogy technológia, minden. Működött a hang, működött a léptető, működött a projektor, működött a mutogató. Mert a feleségem mindig kérdezi, hogy a fenét stresszelsz-e előző nap, annyiszor adtál már elő, hogy ez miért neked stressz? Mondom, én nem az előadás. Nem attól félek, hogy valamit elfelejtek elmondani. Én attól félek, hogy nem fog valami működni, hogy lefagy a pendrive-om, hogy azt otthon hagyom, hogy elcsúszik az egész program. Szóval, hogy ez nagyon sokat számít. Nem tudja, hogy az ember megpróbálja megnyerni a hallgatóságot, és figyeli a tekintetüket, ha eközben elmegy a jel, vagy elkezd villogni a projektor, az nagyon nehezen menedzselhető. Hát szerintem, amit hallottam, elég jó előadók vannak. Szerintem meg tudják a legújabb ismereteket. Ugye azért egy fogorvos a leginkább úgy találkozik az új technológiákkal, hogy a adott gyártónak a képviselője beesik a rendelőbe, és lyukat beszél a hasába. Tehát szerintem azért jó, ha kijönnek és olyan embereket hallgatnak, akik már sok mindent kipróbáltak, utána néztek a dolgoknak, és elmondják a saját tapasztalatukat, anélkül, hogy valamilyen céges szponzoráció ezt torzítaná. Meg hát a klinikai tapasztalat az nem pótolja a gyártói vizsgálatokat és tapasztalatokat, ami egy laboratóriumban történt. Én hiába kutatok, meg hiába oktatok az egyetemen, aki végzett fogorvos, az nem nagyon jár az egyetem felé. Tehát fogalmuk nincsen, hogy én ott mit csinálok, mivel kutatok, mivel foglalkozunk, mit oktatunk. Például fontos volt nekem elmondani, hogy a hallgatók már 3 éve használják az intraoral szkennereket, meg a tervezést. Ezt szerintem fontos tudni a többi fogorvosnak is, hiszen ők fogják fölvenni majd ezeket a fiatalokat. Tehát ha nem jövök ide ki, akkor ezek nem derülnek ki. Tehát egyébként a kutatás is, a kutatás az a társadalomnak a pénzéből, adófizetők pénzéből jön létre. Úgyhogy a legnagyobb bűn, hogyha az ember a kutatási eredményét nem mondja el a társadalomnak.
Tehát én szerintem ez nagyon fontos, ez a közés. De természetesen az is jó, hogy találkozom olyan emberekkel, akiket évek óta nem láttam, vagy csak itt van időnk, vagy minden nap látom, de ott nincs időnk beszélgetni, tehát hogy ilyen kapcsolattartásra is nagyon jó. Én nagyon jól éreztem magamat, kaptam új információt is, nagyon jó volt eszmét cserélni, fogtechnikusokkal, fogorvosokkal, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy egy évben egyszer tegye meg ezt a lépést. Egyébként a kiállítás is standon is, most még csak egy pár percre voltam ott, de célzottan hívtak oda valamit megnézni, az nagyon nagy élmény volt. Tehát egy mikroszkópot néztem meg, és hogy elérhető áron nagyon jó mikroszkópok vannak a piacon. Úgyhogy ezért is érdemes volt.